Sziasztok, újra Edi vagyok, és ez pedig a harmadik része a Democracy 3-nak, és akkor vágjunk is bele. Folytassuk, ahol előbb abba hagytuk. Igen, keresztények azok ki akarnak. Landmine-ban, tehát meg aknákat akarjuk-e banolni. Engine companies are country just one, a contract manufacturer supply landmines foreign countries. Company for making these products. Hát most kérdés az, hogy gyártsunk-e a földi aknákat, taposó aknákat, és szupportáljuk. Hát itt nem. Tehát így elnézés, de nem feltétlenül szeretnék gyilkosoknak segíteni. Mármint így civil lakosság tizedelése az annyira nem hangzik jónak, és még mindig nem. Na, végre organized crime el fog tűnni. Nagyszerű. Akkor már csak nézzük ezt az alkohol. Az alkoholt kéne megoldani. Igen. Unemployment, az csökken, az növeli a munkanélküliség. Na, és még milyen lehetőség van a crime? Provert. Igen, az egyenlőség nem létezik. Minden egyenlőbbek az ennek, annak jobban fogy a pia. Hát ez is ilyen vicces dolog, de hát így van. Environment. Car usage. Én most az autót azt próbálom nyomatni, hogy ne használják annyian, de nehéz. Tehát amikor már így hirtelen az GDP elkezd növekedni, akkor az hogy nehéz. Nézzük, milyen lehetőségek vannak. Space program. Az ilyen jó sok pénz. És nem vagyok benne biztos, hogy bármi értelme is van. Work safety law, ez elég jó egyébként, igen, hogy... Bár az autó nem tesz jót a GDP-nek. Nézzük. Farming, ó igen, ebből fogjuk majd szerintem a farmereknek a pénzét jól, majd a farmereket megvenni. Have right. Ez meg igen, ez egy olyan dolog, hogy igen, hogy most otthon legyenek a szülők, vagy mehessenek vissza dolgozni. Csupa jó törvény van ezek. Bon Sunday shopping. Ez szóval lehet, hogy egyébként, hogy majd még bevezetem. Csak ez a just for fun. Tehát így komolyan. Autóadó. Transport. Na nézzük. Hát car emission limit. Muszáj bevezetni, mert... egyszerűen az environment, tehát hogy olyan, tehát hogy még mindig probléma van még a környezetszennyezéssel, úgyhogy, és mondjuk ez a mile per gallon, ez az MPG, ez a mile per gallon, ez az, hogy hány mérföldet megy egy gallon benzinre, ez a teljes mértékben a fordítottja és ellentétje a mi magyar rendszerünknek, hogy mennyit megy százon, mennyit fogyaszt százon, nem minél kisebb a szám, hanem a mile per gallon, annak az anyag, hogy minél jobb a szám, annál jobb, tehát van egy gallon benzin, és hogy azzal, amit tudom, 20 mérföldet megy, vagy 30 mérföldet. És ezért ki kell írni minden autóra, meg ilyenek. Motorist, inkább car usage. Növeli a car usage-at. Mindegy, de legalább csökkenti a pollution-t ilyen. Kicsit ilyen, kicsit olyan. A trade unionist. Igen. Hát, ezt még gondolkozom, hogy kéne. Parents. Szülők az nem örülnek. Igen, de legnagyobb probléma egyébként az aszma, mint olyan. Tehát ha az sikerül megoldani, akkor megoldódik sok minden más is. A GDP-t is megmondja, ez az erőszakos... tudjátok, hogy ez az Interstate Trade-et itt teljesen lenyomtam. Az import tarifa, de hát most... Egyébként látszik, hogy semmi nem jön belőle, inkább csak az a lényeg, hogy... értitek? Ezt jól elmondtam. De ennek az a lényege, hogy hát, hogy védje a gazdaságot. Tehát, hogy gyakorlatilag a külföldi termék drágább lesz tőle. Na nézzük. Foreign aid. Tehát ezek a különböző segítségek. Patrióták. Nem örüljük, hogyha ilyen csomó pénzt ölünk abba, hogy a más országokban élő embereknek segítsünk. Hát ez igen Magyarországon is így van, tehát hogy azért hallunk olyanokat keményen, hogy mi a francnak egy fillért is adni a mocskos szemét külföldi bevándorló, akármilyen közben hajléktalanok vannak az utcán, és mondjuk a hajléktalan nem feltétlenül adott neki egy büdös fillért sem, meg mondjuk fél évvel ezelőtt még nagyban hangoztatta, hogy a mocskos szeméteket ki kéne tenni a fővárosból, de most hirtelen ötletek a legfontosabbak. A vallásosoknak gyakorlatilag semmit, tehát így gyakorlatilag semmivel nem tudok a kedvére tenni. És az egyre agresszívabbak ők is.
Ezt még nem tudom, hogy fogom meg. A liberálisoknak már megint nem tettem a kedvére. Mindegy, 6 pont van, megyünk tovább. Hopp! Hopp! Igen, na, már megtámadtak. Megtámadtak. Army of God, ráadásul a vallásosok, értitek? Tehát a vallásosok, tehát a felebaráti szeretet, meg a, mit tudom én, csak eddig tartott, konkrétan én vagyok most a sátán kutyája, akit agyon kell lőni. Nagyszerű. Viszont megoldottunk egy problémát. Organized crime, szervezett bűnözés megszűnt. Azért az van, ami nem. Annak azért csak örülnek a vallásosok. Tessék neki örülni, nincs több Al Capone a városban. Vagy hát van, de most mit tudom én. Na, azt ma még mindig, egyszer Kárjuzicset nem bírom lenyomni. Vagy honnan az environment? Na, igen, ez ilyen látszik, hogy így csökkennő, nem is tudom, hogy is van environment. Most azt nem tudom, hogy növelni, vagy csökkenteni kell egyébként. Az environment növeli, tehát minél alacsonyabban van az environment, nem. Environment jelenleg a pollution növeli, és az aszmát csökkenti. Jó. A car usage csökkenti az environment, tehát az environmentnek minél magasabbnak kéne lennie. Igen, és most itt elkezdett zuhantni. Pollution control, azt hiszem, hogy valami, ami nekem való. Kapitalisták megint lehet. A kapitalisták egyébként érdekes, tehát hogy azok így nagyon... Lehet az ő kedvükre is tenni, csak én sose szeretem azt a vonalat, megmondom őszintén. Lehet, hogy csökkentem még a nyugdíjakat. De sokba kerülne csökkenteni. Egyébként azt hiszem, hogy pluszba vagyok, tehát igazából már egy egész jól állunk, mert csak kérdés az, hogy mibe ölünk pénzt. Recycling. Na, hát ezzel még teljes mértékben bemehet. Tehát az újrahasznosításba. Consume right. Not to the lift of the end of spectrum. Business. Hát ez, na, agrárkultúra. Work safety law. Robotic research grant. Small business grant. Egy kis adókedvezmény kis cégeknek. KKV támogatása. Clean energy. Maradjunk még mindig annak, hogy megpróbáljuk. Ha megint a kapitalisták, azok semminek nem örülnek. Tehát, hogy megpróbáljuk Kéne egy vasárnapi zárvatartás. Ezt viccet életébe. Tehát, hogy valami, ami miatt talán nem tűznek, érted, karthelyre. Tax. Marriage tax. Plastic Wax, Law and Orders. Warfare. Rent Control. Ettől a törvényel totálisan nem értek egyet, bár lehetséges, hogy azt kéne. Food Stamp, az se rossz egyébként. Pan Sunday Shopping. 36 pont kell hozzá. Az egy kemény törvény. Azt valljuk be. Tehát ez a Magyarországon sem ment át olyan egyszerűen. Religious spot. Na igen. Trade Unions és szocialista. Scientific Discovery. Credit Card Update, itt csupa jó hír. Igen. Na, azért egy elég jól indultunk fölfele, tehát hogy most már több a bevétel, mint a kiadás, úgyhogy már megpróbáljuk törleszteni. Főleg így, hogy már közeledünk a végez, hogy most mindjárt lesz egy kis kampányidőszak, amikor jó sok pénzt fogunk beleölni abba, hogy az emberek szeressenek minket. Ez a... Aj, Istenem! Ez a világ minden pénzért nem fog megoldódni. Ezek a problémák, ezt komolyan mondom. De ezek a GDP növeli őket. És mivel a GDP-t én már elkezdtem pörgetni, ezért ilyen... mindegy. Motorist. Őket nem sajnáljuk. Kérdés az, hogy hogyan állunk mindenkivel. Azért 64 ember azért rám szavazna. Az más kérdés, hogy jó néhányan már az izé alatt szeretnének látni. Ott tabakka usage az elszállt. Miért? Ja, persze GDP miatt. Tabakó task. Everyone. Poverty. Equality.
Kicsit növeljük szerintem a cigaretta adót. Ami sok minden mást is eredményez, de nem akarom, hogy még rászokjanak a pia mellett. Na, nézzük. Az igen, tehát a hirtelen lett pénzük piára az embereknek. Úgyhogy az alkoholtaxot is növelni kéne, de jelenleg nincs sem pénz, úgyhogy megyünk tovább. Religious, tudom. Oh, Technology Adventure, ez az. Erre vártunk. Gyakorlatilag ez egy bónuszt fog adni nekünk, egy kis GDP-re, meg ilyenekre. Band tracking, nem követjük az embereket interneten. Hova gondol, hopp, látjátok, egy kis income az így befigyelt. Tehát ez nagyon jó, tehát ez látszik, hogy a productivity-t növeli, a GDP-t növeli, szóval ez egy hatalmas ugrás. Igazából erre gyúrtunk, hogy ez meglegyen. Ez az alkohol, tehát lehet, az alkoholt ezt nem fogom megoldani. És az haszmát. Jaj, egyszerűen nem tudom megoldani. Egyszerűen már nincs mit bevezetnem. De olyan, bocsánat, ez nem igaz. Egy, a buszba ölthetünk sokkal többet. Így. Jó. És szerintem az import tarifát is lassan 430, mondjuk 300. Mit tudom én, tehát van, amennyire csökkentjük. Így 430, mit tudom, 350-re, így. Ennyi. Child benefits-et pedig növeljük. Ezt a kapitalistáknak persze soha nem tetszik semmi. Ja, nem, ah, jó, oké, ez így. Megyünk tovább. Jó. Jó, lemondott az egyik. Nem is baj, csak az adókért volt felelős. Tök mindegy. Religious, nem. Conservative Trade Union, nem. Farmer, liberal. Liberal parents. A parentsek se szednek. Self-employed, religious, az sem. Liberal, ethnic. Szociál, konzervatív, kapitalisták. Hát a farmerek, liberális szülők. Mindegy, ő se fog szeretni nagyon, de megpróbáljuk megoldani. Education az azért megy fölfele rendesen, GDP is egész ügyes, hogy most bukott egyet ott. Crime megoldódott. Economy forecast. Igaz, egy kis income esés volt, és valószínűleg lesz is. Kérdés az, hogy GDP, igen, ott a GDP stagnált egy pillanatra. Nem egy pillanatra valószínűleg izé. Azért látszik egyébként, hogy már 12 millió pluszba jöttem ki, tehát hogy itt van, amit meg fogunk megoldani. Igen ám, de jó, most indul be a kampányidőszak. Úgyhogy... State School. Student Laptop. Pontosan így. Ezt nem lehet jó, várni kell még egy picit, de majd a következőre akkor. Religious. Na nézzük. Nézzük egy vasárnapi zárvatartást nektek. Ez iszak mennyiségű pont. Ráadásul így nagyon nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Menjünk tovább. Jó, ő is el akar menni. Market. Kapitalisták. Market meltdown. Hát crisis, na valami válság van. Global agnóval sökkent, szocialisták izé. Megint megpróbáltak lelőni Army of God. Isten küldöttei. Hát biztos őket nem az Isten küldte. Na nézzük. Hol van az Army of God? Freedom Lodge. Hát valószínűleg az volt, de... Igen. Na, de most jön a választások, hamarosan jönnek, úgyhogy el kell kezdeni olyan törvényeket behozni, amik némiképpen segítenek a megnyerni a választást. Úgyhogy... Ó, igen, itt vannak pár dolgok, ami... Igen, ez volt idáig. Na. Nem ez. Nem ez. Edi, találd már meg. Nem ez. Ez. Environment megint csak. Mit kell ezzel csinálnom, hogy két CO emission? Nem tudom megoldani ezt a problémát. Idő előtt kezdtem el növelni a GDP-t, előtte kellett volna megoldani a problémát. Free State School, mindenki kapjon laptopot, minden gyereknek ingyen laptop. Abort, tehát azt nem. University Grant,
Ó, ez is csupa látszik, hogy ez ilyen jut. Így, né? Georgius Grant. Persze kapják a pénzt az izék, fiatalok. Public Library. Ebbe is így egy kicsit így bele. Jó, ennyi pénz, ezzel azért, hogy el tudtunk költeni elég sok billiót. Úgyhogy... car usage-hez mit kell tennem, hogy egyszerűen csökkenjen? Jó, egyébként tudom, mit kéne tennem, csak nem akarom. Ó, ez jó viszont, hogy az emberek otthonról dolgozzanak, ez tök jó, ezt tudom. Ez is jó. Igen, apply. Tehát az, hogy ez az otthoni munkának a támogatása. Akkor mehet? Mehet. Igen, senior child. One of most senior villagers has died. Na, valakit lecserélünk, egy bírót kell, és akkor milyen bíró, egy Humerright, Landmark, vagy egy household name, ez many family running. Tehát hogyan építsük be a, igen, a közszférát. Szerintem legyen ez. Economy forecast. Hopp, itt már hirtelen az income-unk az lezuhant, mert a globál ekonomia elkezdett növekedni, meg a mi GDP-nk is. Hopp, igen, volt egy GDP-en esés, de nem értem, hogy miért. Mindegy. Valószínűleg valamivel kigáncsoltam. Igen, itt. Mivel? A navére, aszma, jó, esik. Pollution esik. Alkohol stagnál. Valószínűleg itt a pár ilyen törvény. Viszont következőben szavazás lesz. Azt mondjuk, hogy ugorjunk is gyorsan oda, és akkor azzal vége is lesz ennek a résznek. Ha nem lőnek le. Start counting. Na. Elég sokan szavaznak rám. Ta-ta-ta-tam. Hát ezt elég durván megnyertük. Itt van, hogy hogyan szavaztak rám, látszik, hogy a érdekes, hogy a szavazók 34%, vagy a vallásosok 34% rám szavazott. Na, összeg azért, mert nem egy önálló grup, hanem vannak másonnan. Etnik 0%, gyakorlatilag ők így nem nincsenek jelen az országban. Tehát velük nem is kell foglalkozni. Pollution megoldódott. DNA database prevent. Ez se egy olyan dolog, amit örömmel támogatnék. Ez az viszont most, ha Pollution megszűnt, az azt mondja, hogy meg fog szűnni, de innen fogjuk folytatni. Úgyhogy köszi, hogy velem voltatok, és akkor az új ciklust indítjuk a következő részben. Sziasztok!